Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy általános kivetés. Ennél a jóslásnál nincs különös téma, hanem az a kártya, ami itt középen látható, ez mutatja a fő témát, és a körülötte lévő kártyák jelentik azt, hogy mi hogyan fog alakulni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, amikor nincs konkrét kérdésed, hanem szeretnéd tudni, hogy mi az aktuálisan, ami a középpontban áll, amire oda kell figyelned, és hogy hogyan alakulnak a dolgok. Ennél a jóslásnál most a veszteség áll itt a középpontban. Ha vannak olyan ötleteid, hogy elmenj egy kaszinóba, akkor a kártya azt mutatja, légy óvatos, mert veszteség ér téged. Ez a kártya néha el tud távolítani negatív dolgokat. Ebben az esetben a veszteség kártyája segít. Az, hogy mi hogyan alakul, vagy hol van veszteség, azt megnézzük most, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható a féltékenység, sőt, az ő környezetében, vagy a te környezetedben megjelenik az ellenség is, sőt, itt van a bosszúság, a félreértések, a viták, a veszekedések. Ezeket a dolgokat a veszteség kártyája eltünteti. Eltűnik az ellenség, eltűnik a féltékeny személy, és eltünteti a félreértéseket is. De itt szép kártyák is vannak, a ház, az otthon, a szerelem, a házasság. Ebben az esetben a veszteség kártyája azt jelenti, hogy félsz attól, hogy elveszíted őt, hogy elveszíted a biztonság érzetét. Amennyiben ő nős, akkor a veszteség kártyája azt jelentheti, hogy az ő házassága véget ér, és lehet, hogy egy ingatlant el kell adni, ha válásra kerül sor. A szerelem kártyája, és itt a veszteség azt jelenti, hogy félelmeid vannak, hogy elveszíted őt. A kártyák azt mutatják, hogy az ellenség eltűnik, a félreértések eltűnnek, a féltékenységet eltávolítja ez a kártya, de vannak még nálad félelmek, hogy elveszíted az otthonodat, hogy elveszíted ezt a kapcsolatot, hogy elmúlik ez a szerelem, akkor legyen meg a hit, a bizalom, hogy a ház megmarad, az otthon megmarad, a biztonság érzete megmarad. Itt ki tudtok építeni valamit, hiszen megvan a szerelem, lesz házasság, a házasság kártyája utalhat szerződésekre is, bérleti szerződésre, vagy adásvételi szerződésre, és legyen meg ez a bizalom, hogy a veszteség kártyája az eltünteti az akadályokat az útból. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!